Jó reggelt kívánunk, épp szólni akartam, hogy figyelj szívem, adásban vagyunk, ahogy te szoktál engem szólítani. Mondjuk is, hogy mi a következő témánk. Vasárnapi ebéddel a kultúrák találkozásáért a menedék migránsokat segítő egyesület arra tett sikeres kísérletet, hogy a konyhaművészet segítségével teremtsen kulturális és személyes kapcsolatot a magyar társadalom tagjai és az itt élő migránsok között. Mielőtt erről beszélgetnénk, nézzenek meg egy rövid részletet Szőnyei Dávid filmjéből, mely a Bosz nevű mongol ételt járja körül, ez pedig már kész van, tehát nem Robi készíti el. Én készítem. Dehogy nem. Igen, én sem láttam meg a filmet. És ezt mindig kézzel csinálják a bócot? Igen. Annyira kézzel nyúrják a tésztáját is, persze. Meg mi saját magunk szoktuk apróra vágni a húst is. Salátával különösen. És mi ez? Miből? A bózot magas csodjánként tudtam hallni még. Bózi hihét, batszom a krémakorn, gordorn, gordadzorhta, anyacgál kondot, untöktő zorcsolni. A hallni arcunkban tavasz, perc, szörmös szörtök. Szakha hallar. Ez mindig... Ja, igen. Fel. De gombóc. Ez hasonlít a szó. Hasonlít a magyar. Én mint egy patyú. Hát olyasmi. Sostáska. És mongol férfik, mennyi darab inni tudod? Bármi. 20-30 darab, hogy egyszer lehet inni. Én is értem. Magyar férfik nem tudom, mennyi darab. Nem is van. Szilvás gombóc. Abból sokat tesznek. Igen, mondják nálunk, hogy ez már gombócból is sok. Aha. Ági, neked még nem mutattam be a Tomit. Ő a kisebbik fiam. A témát pedig folytatjuk tovább Magutnás Zsófival, Magyarország kedvenc gasztrobloggerével és Szőnyei Dáviddal, a film rendezőjével. Ugye az imént láthattunk egy kis filmet, ami eredetileg 10 perc hosszú, mi ebből körülbelül egy 2 percet tudtunk most levetíteni. Mi volt ezzel a cél, Dávid? Jó reggelt! Jó reggelt! A cél az volt, hogy magyar és bevándorló családok találkozását egyrészt létrehozzuk, másrészt pedig egy kis forgatókönyvet írjunk bele, és csináljunk bele valami kis látványos, színes, 10 perces kis filmet. Nyilván, de az ételnek milyen szerepe volt ebben? A mi filmünkben az ételnek a szerepe az pontosan az volt, hogy a két család együtt leüljön, és egyen, és közben beszélgessenek. Bár ebben a filmben ez egy álomjelenetben történt meg, a valóságban nem, de a lényeg ez volt, hogy együtt legyenek. Sofi, te mit szólt erre ez a kezdeményezéshez, miszerint ugye különböző kultúrák úgy ismerjék meg egymást, hogy az ételeken, a gasztronómián keresztül. Mit szóltál, Zsófi? Nagyon közel áll. Hát én imádtam ezt a munkát, nekem eddig tényleg ez volt a legszebb munkám, egyben legnehezebb is, de legszebb munkám is.